Észak-Kaliforniában nagyon kevés paranormális vagy ijesztő hely található. Van egy régi faház, amikről legendák szólnak, de ez hamarabb egy átverésnek tűnt, ahol kirabolnak valamit inik. Mivel nem volt más választásunk egy kis rettegésre, ezért ide utaztunk el a haverokkal. Az egész legendára TikTokon találtam rá. Igazából elég népszerű TikTokról van szó, ezért gondoltam, hogy átverés. San környékén állítólag véralbínók vannak. Gondolom nem hallottatok még ilyen lényekről. Én sem. Ezek a fehér szörnyek egy hegyen lévő foházban sátáni rituálékat csinálnak. Csak éjszaka jönnek elő, és vérrel táplálkoznak. Innen ered a megnevezésük. Az interneten páran eltűnéseket is írtak, de eléggé túlzásnak tűnt ez az egész sztori. Fehér, vérszívó ember lények, mint valami horrorfilmben. Azt, hogy kevésbé higgyünk ebben, még a legenda is fokozta, mi szerint el vannak átkozva és nem földről származnak. A büntetésük az, hogy itt kell élniük. Inkább viccnek vettük ezt az egészet, azonban azt nem zártuk ki, hogy valami hajléktalan vagy drogos csoport anyázik ott. Ha esetleg igaz az eltűnéses történet, ők tehetnek róla. Három barátommal megegyeztünk, hogy elmegyünk arra a helyre, annak ellenére, hogy egyikünk sem hit paranormális jelenségekben és ilyen legendákban, már nagyon vártuk, hogy végre kimozduljunk és legyen izgalmas kalandunk. A hegy tőlünk csak tíz percnyire volt, ezért még aznap éjjel be akartuk bizonyítani magunknak, hogy ez az egész csak kitaláció. Már be is a kocsiba, és az éjszaka közepén elindultunk. Gondoltuk, hogy ha nem is találunk ott semmi izgalmasat, hát legalább viszünk pár új cuccot kipróbálni. Az út teljesen normálisnak tűnt. Semmi különöset nem láttunk és nem hallottunk. Arról beszéltünk, hogy mennyire buták az emberek, hogy mindent elhisznek, és ilyen könnyen meg lehet őket ijeszteni. Ekkor az egyik haverom mondta, hogy megtalálta neten a konkrét helyet, ahol a szörnyek vannak a TikTok szerint. A koordináták felé vettük az iránt. Megérkezve elment a térerő, és távol voltunk mindentől. Belegondoltam, hogy ha bármi történne velünk, itt senkit se érnénk el telefonon, és ilyen távol a hegyen senki se hallana meg minket. A házhoz érve pontosan azt a szemünk elé, amit sejtettünk. Egy romos épület, kitört üvegekkel és természetesen véralbínok nélkül. Eléggé csalódottak voltunk, mert ehelyett bármi értelmesebbet is tehettünk volna. Minden esetre kiszálltunk a kocsiból. A türelmetlenebbek elkezdtek füves cigit tekerni és szívni, de mi Kevinnel bementünk a házba. Itt sem volt semmi érdekes. Falak tele grafitivel, rengeteg szemét és üres sörös üvegek. A földön egy vörös pentagram volt, de valószínűleg ezt valami tinik festették ide. Ahogy mondtam, ez egy teljesen átlagos elhagyatott ház volt. Pontosan erre számítottunk. A másik bejáratnál viszont egy érdekes útra bukkantunk. Nem volt leaszfaltozva. Inkább valami kitaposott tösvén lehetett, de ide alig jártak emberek. Kevinnel arra folytattuk az utunkat. Már elég eltávolodtunk a háztól, mikor szörnyű sikítást hallottunk. Egyáltalán nem emberinek tűnt ez a hang, de semmilyen állatéhoz sem tudnám hasonlítani. Ez a sikítás inkább olyan figyelmeztetésnek hangzott a hang irányába világítottunk a lámpával. Egy halott szarvas feküdt az úton. Nem járt erre autó, szóval az nem üthett el, de vadászok sem szoktak ilyen magasra jönni. Kezdtünk félni. Mi van, ha a történetek mégis igazak? Mikor levettük a szemünket a szarvasról, és a távolba néztünk, egy alakot pillantottunk meg a sötétben. Reméltem, hogy csak egy beszívott haverunk próbál megtréfálni, ezért rávilágítottunk. Ekkor derült ki, hogy ez nem a barátunk. Sőt, nem is ember. Hófehér bőre volt, és vörös szemei. Ez a lény két lábon nálva minket figyelt. Pontosan úgy nézett ki, hogy azt a videóban elmondták. Nem tudtuk, mit évők legyünk, nem mertünk mozdulni. Egy pillanat alatt a semmiből megjelent még két ilyen lény. Elhúzták a halott szarvost az útról, majd a kettő eltűnt a sötétségben. De az egyik véralbíno ott maradt, és pislogás nélkül minket nézett. Kevin és én remektünk. Tudtuk, hogy ez csak a kezdet. A szörnyez után felénk lépett, és akkorát felsikított, hogy a fülünk is megfájdult. Elkezdtünk futni vissza a többiekhez, ahogy csak bírtunk. Tudtuk, hogy az életünk múlik azon, milyen gyorsan futunk, ezért inkább hátra se néztünk. Ennek ellenére hallottuk, hogy a lépteivel egyre közelebb kerül hozzánk a véralbínó. A másik két haverom még kint Rájuk ordítottam, hogy azonnal szálljanak a kocsiba és indítsák el. Amikor meglátták, hogy valami kerget minket, tudták, hogy nem szórakozunk velük. Beszálltunk a lehető leggyorsabban és elindultunk. Ahogy szágoldottunk, hallottuk, hogy még mindig követ minket. Elhagytuk a házat, egy másik albino oldalról ráugrott a kocsira. Nem volt idő gondolkodni. Rágyorsítottunk, a lény pedig szerencsére leesett. Hátra nézve láttam, hogy fel kell, és semmi baja. Egy karcolás sem volt rajta. Feladta a kergetést, csak nézett, hogy elhajtunk. Visszatérve nem tudtuk, mit tehetnénk mivel a rendőröknek ilyet elmesélni azután, hogy ketten illegális drogokat használtak, nem lett volna valami okos ötlet. A széttört kocsi pedig nem lett volna elég bizonyíték a véralbínok létezésére. Megfogadtuk, hogy több ilyen legendák után nem fogunk kutakodni. Kerüljétek a hegyeket. Ha mégis az egyiken találjátok magatokat, és egy elhagyatott foház van ott, forduljatok vissza, amíg nem késő.